A Pazó zenekar volt a péntek este sztár vendége. A fiúk mindent beleadtak koncertjükbe, régebbi és új dalaik közül egyaránt válogattak. A fellépésüket még az eső sem szakíthatta félbe. A Pazó zenekar adott élő koncertet a Grilléter és Sörfesztivál első napjának estéjén. A frontemberrel még az úgynevezett beállás alatt beszélgettem. Nem most kezdték a zenélést, közel másfél évtizede kóstoltak bele, és vannak azóta is ezen a területen. Műfaji sokszínűségük pedig garancia a minőségi muzsikára. A nőnk a Pannonia Hostel Ska Orchestra, ahogy azt a nevünk is mutatja, ska zenét játszunk tömegében, mert egyébként ugye játszunk a ska utódműfajait, tehát mondjuk a reggit, rocksteadyt, double dancehallt is, de ugyanakkor a saját környezetünk, a saját zenei hatásainkat is beépítjük ebbe a zenében, tehát megjelenik a jazz, a funk, a egyéb más zenék, illetve hát a régió zenéje, a magyar népzene, a balkán népzene, és ezáltal lesz egy egyedi olyan összeállt ötvezet, ami nem jellemző másra a világon. Tehát összességében azt kell, hogyha egy szóval kell leírni, akkor tánczenét játszunk, és a karibi tánczene találkozik mondjuk a magyar népzenével, vagy egyéb zenei hatásokkal. És ezt a 15 évet kell mondjuk kicsit visszatekinteni, ez hogy épült fel? Voltak esetleg ilyen mély pontok? Alapvetően nagyon-nagyon gyorsan indult a zenekar karrierje, pillanatok alatt kinőttük az egyik klubot a másik után, és akkor mondjuk azt gondolom, hogy ilyen 2008 körül ért a csúcsra, akkor játszottunk a Sziget nagy színpadán, és akkor azóta tartjuk azt a szintet, úgyhogy egy nagyon gyors felfutás, és aztán pedig egy tulajdonképpen egy örömteli, stabil örömzenélés van. Az időjárás kicsit közbeszólt, mert hogy esik az eső. Ennek ellenére milyen reményekkel vágtok neki a mai koncertnek, hiszen 2 évvel ezelőtt voltatok itt. Hogy jöttetek vissza? Hát akkor az nagyon nagy szuper élmény volt, és azt gondolom, hogy most is erős reményeink és vágyaink vannak az irányában, hogy az idő jobbra forduljon, és én bízom benne teljesen, hogy ez be is jön. Úgyhogy ma is egy nagyon nagy buliban reménykedünk, ahogy az 2 évvel ezelőtt is volt. Akkor is nagy sikerük volt, és ez most sem alakult másképp. A fiúk már jóval koncert kezdés előtt érkeztek, így volt idejük ráhangolódni az estére. Nem aprózták el, mindenből a legjobbat nyújtották. Zenéből és hangulatból egyaránt. A közönség pedig velük volt. Énekelt, táncolt és bulizott. Ahogy állítottátok össze a repertoárt, milyen számok közül válogattatok? 2 évvel ezelőtt jelent meg a Ghost Train című lemezünk, rengeteg dal van arról, van azóta született nagyon új dal is, illetve hát az összes nagy sláger, mint a Babylon Focus, a Tenkes kapitánya, vagy a Részeg, az elhangzik ma, úgyhogy azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy egy ilyen best of-ot kap, aki ma itt lesz velünk. Nem csoda, hogy számos helyre hívják őket az ország legkülönfélébb pontjaira. Mennyire van tele fellépésekkel a nyaratok? Elég sok fellépés van, járunk fesztiválról fesztiválra, úgyhogy nem panaszkodhatunk, szeretjük a nyarat, az mindig egy ilyen pörgősebb időszak. Szép,